Kedves nézőink, két aerobik tábort is szervezett az elmúlt időszakban a Formafit ESE, mi a kicsiket látogattuk meg. Aerobik tábor tart a Formafit Egyesület ezen a héten és a jövő héten. Mi a tábor programja és kiket vártok? Ezen a héten leginkább a kicsik, az óvodás korosztály és a pici kezdők, első-második osztályos gyerekek. Tehát óvisok és kezdő kisiskolások részére hirdettük meg. Nagyon inkább az alapozásra ment rá a hangsúly, hogy az aerobikkal megismerkedjenek játékosan, többféle képességek fejlesztése, kint az udvaron ugrások, futógyakorlatok, itt az edzőteremben pedig tartásjavítás, lazaság, és egy kis koreográfia betanítása kerül sorra. A pénteki napunk, az árónapunk, az utolsó napunk az, amikor strandra fogunk menni, akkor már úgyis kellőképpen el lesznek fáradva, úgyhogy egy picit öröm is, meg felüdülés is a strandolás. Pici vízi aerobik után mindenki szabadon strandolhat, valamint délutánra a szülőket úgy várjuk majd ide, hogy mi készülünk egész héten egy ilyen kis játékos könnyű koreográfiával, amit majd aztán az utolsó napokon bemutatnak a gyerekek szülőknek. A táborozók tanévben is jártak már foglalkozásra, vagy van, aki most kezdi? Itt ez az első hét, ez pontosan arról szól, hogy aki még nem találkozott az aerobikkal, és most elkezdeni, az ezen a héten ízelítőt kap az aerobikból, és hogyha megtetszik neki, akkor szeptembertől folytatni tudja. Mennyire gyakori, hogy a táborban a sportággal megismerkedő gyerekekből versenyző lesz? Most már több mint 6 éve csináljuk itt Ajkán az aerobik sportágat versenyszerűen, és tulajdonképpen minden évben vannak ilyen gyerekek, akik eljönnek, kipróbálják a tábort, észreveszem, hogy ő tulajdonképpen mennyire ügyes és tehetséges lehetne ebbe a sportágba, és igazából ez... Tehát bíztatom őt arra, hogy szeptemberben érdemes neki folytatni, és nagyon sokszor a következő évben már versenyzik is. Most itt a táborban az első héten a kicsiknél csupa lányok vannak. A fiúk mennyire érdeklődnek a sportág iránt? Van nekem most már egy 11-12 éves kisfiúm, aki már nagyon-nagyon ügyes és tehetséges, tehát ő már sportaerobik kategóriában versenyzik, tehát nagyon ritka fiú. Várjuk szeretettel a fiúk jelentkezését is, hiszen most kint Bakuban volt az Európa játékok, ahonnan az aerobikosaink, nem a miénk, hanem az országos aerobik csapatunk első helyet szerzett, tehát sikerült nekik egy aranyérmet hazahozni, és ott is bizony van 2 fiú a csapatban, tehát az 5 főből 2 fiú, 3 lány, nagyon nagy sikert arattak. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó aerobikus legyen? Hát szeressen mozogni, mert szerintem nagyon sok gyerek alapja a mozgás, kitartó legyen, mert az aerobik az igazából nagyon komplex, tehát nem elég, hogy valaki zenére tudjon mozogni, egy kicsit erő is kell hozzá, erőfejlesztés, hiszen az áll, a fekvő támaszok, az ülőtartások azok erőből mennek, akkor kell, hogy egy kicsit laza legyen, hajlékony legyen, azzal is a szorgalom az, ami leginkább segít a gyerekeknek abba, hogy a spárgákat meg tudják tanulni. Ugyanakkor tényleg az a lényeg, hogy kitartó legyen, szorgalmas legyen, és szeressen mozogni. Ezek az alapok. A június végén kezdődött kicsi, és a július elején kezdődő nagy tábornak a programján kívül lesz-e az idén nyáron még valami más programja is a csapatnak? Most júliusban a táborok lemennek, akkor utána lesz egy kis pihenés, leállás, hiszen egész évben dolgoznak. Ez a 2 hét, ami még júliusból marad, az egy kis szünidő lesz, meg nyaralás. Augusztusban újra indulnak az edzések, tehát a versenyzők edzései. Augusztus végén lesz még egy balatoni táborunk, amire leginkább a már haladók és a nagyon fejlődni vágyók versenyzőket várjuk. Ott egy hét kőkemény edzőtábor lesz a Fonyódligeti táborba. Ez már mindig egy kicsit a szeptemberi versenyre alapozza meg a gyerekeket. Mert ugye szeptember elején iskolakezdés, elkezdődik az is, meg az edzések is, szeptember közepe végén meg a Magyar Kupa 3. fordulója, tehát már az augusztusi tábor az nagyban alapozza a gyerekeket. És ugyanakkor augusztusban szokott lenni fellépés, még augusztus 20-a tájékán nyári fesztivál itt Ajkán, de meghívást kaptunk például a somlói Jufark fesztiválra, ott augusztus 8-án lépnek föl a gyerekek.
amire igazából szeretettel várjuk továbbra is az érdeklődőket. A közelmúltban voltak a Magyar Kupa versenyei, valamint a Diák Olimpia. Milyen eredményeket értek el? A Diák Olimpián minden egységünkkel sikerült bejutnunk a döntőbe, így a döntőre Challenge Basic és Sport Aerobic kategóriában is indultak versenyzőink, és nagyon szép eredményeket értek el, tehát ismét sikerült országos Diák Olimpia bajnok párost kihirdetni, akkor sikerült harmadik helyet szereznünk, valamint a sport aerobikosaink, akik idén először kerültek ilyen kategóriába megmérettetésre, ők is nagyon szépen helytáltak, és az él- és középmezőnyben végeztek. Valamint májusban volt a Magyar Kupa második fordulója, az országos Magyar Kupa verseny, ahol ismét sikerült döntős pontszerző helyen végezni minden egységnek. Ott is minden kategóriából nagyon szép harmadik, negyedik, ötödik helyeken szerepeltek a gyerekek. A Diák Olimpián kik lettek a dobogósok? A Szent István Király Római Katolikus Iskolából UP2 Basic párosunk Kocsor Bori és Kétely Loretta, ők lettek az első helyezettek, valamint harmadik helyet sikerült szereznie János Illinek a Bródi Imre Gimnáziumból Basic UP2-es kategóriában, és a Fekete István Vörös Marti Iskola kis challenge-esei pedig ugyancsak harmadik helyet szereztek meg. És ezen kívül negyedik helyeken végeztek még a többiek is. Mehetünk át a másik oldalunkra, gyere fölvig így. Döntjél fel a bal oldaladra.